A legenda visszatér. Újra itt a Génius, Magyarország legsikeresebb kvízműsora. Új év, új sorozat, de most szintet lépünk. Fokozzuk az izgalmakat. Ez a Géniuszok Géniusza. Idén az eddigi legnagyobb koponyák, az eddigi legnagyobb nyertesek néznek egymással farkas szemet. Aki nyer, tovább megy. Aki veszít, kiesik. 16 versenyző, a 16 legnagyobb nyertes egy kieséses kvízbajnokságban, az ország legizgalmasabb kvízműsorában. Induljon a Géniuszok Géniusza! Kívánok, hölgyeim és uraim, nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Itt az ideje, hogy elkezdődjön a Génius harmadik évada. Az elmúlt években rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk, szakmai díjat is kiérdemelt a műsor, úgyhogy nem is volt kérdés, hogy játsszunk újra Géniust. Mivel nagyon sikeres a formátum, ezért túl sok mindent nem is változtatunk, csak egy-két apróságot, erről majd menet közben fogok szólni. Ami az igazán nagy változás, hogy ezúttal egy bajnokságot, a Géniuszok ligáját fogjuk lebonyolítani. Az ATV, a kvízműsorok csatornája az 502 évadának és a Génius 2 évadának is nagyon-nagyon sok nézője és rajongója volt. Úgyhogy most ebből a két műsorból kiválasztottuk a 16 legeredményesebb játékot a nyeremények alapján. És ők 16-an fognak egy egyenes kieséses rendszerű bajnokságot vívni egymással. Az összdíjazás 10 millió forint, a Géniuszok Géniusza, a végső győztes pedig 5 millió forinttal lesz gazdagabb. Azért egy picit nehezítettünk is a játékon, egy párbajban ezúttal nem elég három játszmát nyerni, négyre lesz szükség, és azt gondolom, hogy ez így még igazságosabb, de még izgalmasabb, és még nehezebb lesz. Úgyhogy kalandra fel, kezdődjön a Géniuszok ligája, az első párbaj résztvevői dr. Kovács Attila és Gecse Dóra. Dr. Kovács Attila, az egyetlen játékos, aki teljesítette a szinte lehetetlent, és a második évadban 10 párbajt nyert meg sorozatban, azaz génius lett. Igazi kvíz nagyvad, bárki ellen ő az esélyesebb. Itt van ezúttal is a dr. Kovács Attila! Jó estét kívánok! Attila! Szeretettel! Nagy öröm, hogy ismételten találkozhatunk. Nekem is nagy öröm, és megtisztelő, hogy erre a fantasztikusnak ígérkező viadalra sor kerül. Hát nagy öröm, egyébként már régóta terveztünk egy ilyen bajnoki rendszer, csak nem olyan könnyű egy ilyet megcsinálni, de most sikerült. És hát természetesen dr. Kovács Attilának helye van ebben a versenyben. Nem tudom, hogy az esélyesség terhe, mert ugye most mindenki azt várja, hogy hát ezt is nyerje meg, nem? Ez igen, mindenkinek mondtam, hogy ez semmit nem jelent, az, hogy az ember korábban mit tett le az asztalra, itt új asztal van, újra el kell kezdeni a feltöltést, és én úgy gondolom, hogy aki idáig eljutott a 16 legjobb közé, mindenkinek ugyanolyan 1/16 esélye van. Gondolom most is készült, olvasott olyasmit is, amit amúgy nem olvasott volna. Ó, mindenfélét, ami csak adódott. Különböző tévécsatornákat néztem egy picikét, nyilván a bulvár rejtelmeitől kezdve az életmódon át, azokig a témakörökig egy picikét igyekeztem valamit felszedni magamra. Lehet, hogy máshova is sikerült, de egy kicsikét. Az elmúlt időben a tekintély miatt, az agyi kis sejtekbe is, de az is érdekes, hogy volt olyan közeli jó barátom, bár nem tudom, hogy ezek után mondjam-e róla, hogy közeli jó barátom, amikor azt mondta, hogy nehogy nyerjél valamit, mondom, miért? Mert azt megint elutaznád, és emlékezzünk vissza, hogy az első részéből a nyereménynek Dominikáról óriási Covid-fertőzéssel jött haza a kedves családunk, míg a második út az egy Zanzibárba történt, és ott pedig teli lábbal egymás után beleléptem két akkora tengeri sümbe, hogy egy hétig szedegették, és járni se tudtam. Hát Attila, akkor nem kell utazni ebből a pénzből. Töltsön kell adni ennek a jó barátnak. Nyilvánvalóan. Meglátjuk, mi sikerül. Ismerkedjünk meg az ellenféllel, Gecse Dórával. Gecse Dóra. A kedves mosoly egy igazi veszélyes játékos takar. A Géniusz történetének második legnagyobb nyertesét, Boros Mártont is megszorongatta. Akkor egy hajszálon múlott. Nézzük, hogy ma mire megy.
Gecse Dóra! Dórát is nagy szeretettel köszöntöm. Ugye Dóra is játszott a Géniuszban, méghozzá ugye Boros Mártonnal vívott egy 3-2-es öldöklő csatát, ami azért óriási dolog volt, mert Márton végül is eljutott a 8. párbaig, de Dóra az 500-ban nyert nyereményének a jogán van itt velünk, ugye? Milyen volt játszani? Melyik volt izgalmasabb, jobb, nehezebb, könnyebb? Össze lehet hasonlítani? Hát valamilyen szempontból igen. A Géniusz az talán nekem olyan szempontból kicsit izgalmasabb volt, hogy ott több interakció volt az ellenféllel. Uh-huh. Az 500-ban iszonyatosan izgultam, szerintem soha életemben nem izgultam még annyira, mint ott. Úgyhogy ilyen szempontból az emlék egy picit beárnyékolódott, viszont tény, hogy onnan viszont nem távoztam üres kézzel. Igen. Ugye annak idején az ATV reggeli műsorának a stúdiójában sorsoltuk ki a párosítást. Mit érzed, Dóra, hogy sikerült dr. Kovács Attilát megnyerni rögtön az első mérkőzésre? Egyrészt örültem neki, mert végignéztem Attila összes játékát, és egyébként egy nagyon szórakoztató játékos mind a mellett, hogy elképesztő tudása van. Hát egy kicsit úgy voltam vele, hogy jó, akkor innentől kezdve magamhoz képest szeretném a legjobbat nyújtani, aztán majd kiderül, hogy hogy sikerül, de igazából bárkivel sorsolnak össze az első négyből, szerintem nem lenne sokkal kisebb a nyomás, mert mind a négyen fantasztikus tudású játékosok. Izgul még? Most már ilyen sok-sok játék után, mert ezen a kettőn kívül is sok játékban játszott már, szóval ez mindig újra és újra izgalom? Mindig újra és újra izgalom, igen, hát szerintem ehhez nem lehet hozzászokni. Na jól van, ugye már említettem a műsor elején, de elmondom még egyszer, hogy a korábbiakkal ellentétben egy párbaj ezúttal 4 nyert játszmáig megy, egy adás pedig egy párbaj lesz majd, jó? A harmadik, az ötödik és szükség esetén a 7. játszma lesz majd gyors játék. A 7. egy kicsit megcsavartuk, de ha odaérünk, majd erről fogok beszélni. Az első játszma a kis szokásos játékunk, amelyben a 10 témakörből fogunk választani, és akkor lássuk is, hogy melyik ez a 10 témakör, és ebből a 10-ből melyik 3-at fogjuk használni, melyik 3-mal fogunk majd játszani az első játszmában. Íme itt van a 10 témakör, és a 3, amit kiválasztottunk, a zene, a történelem és közélet, illetőleg az életmód, és ezek közül a zenével kezdünk majd. Ezúttal az a szabály, hogy az kezdi az első játszmát, aki alacsonyabb nyereménnyel került be ebbe a párbajba, így aztán a Dóráé lesz először a válaszadás joga. Hölgyeim és uraim, kezdődjék tehát a Géniuszok ligájának első párbaja! Dóra! Hányas számú útról szól a Republik 1994-es dala? 67-es út. 67-es út. Annyira jó, amikor rögtön az első kérdés sikerül, nem? Az ember egy picit megnyugszik, megvan az első pont. Ráadásul szereti is ezt a dalt? Most már igen. Most már igen. Régebben is szerettem, aztán kinőttem, és most megint megkedveltem. Most igen, szimpatikussá vált. 1-0. Következő kérdés. Melyik popstár slágerei az Oops, I Did It Again és a Baby One More Time? Britney Spears. Britney Spears. Itt is egy még nagyobb mosoly volt. Erre voltunk fiatalok, igen. Erre voltunk fiatalok. De még mindig. Ja, csak most már régebb óta vagyunk erre fiatalok. Így van. 2-0. Következő kérdés. Melyik hangszer virtuóza Horgas Eszter? Ő fuvolaművész. Nagyszerű, így van, kiváló fuvolaművész. 3-0. Újabb kérdés. Melyik magyar együttes slágere volt a Bábú vagy című dal? Kft. Persze, ugye ebben robbantak be 1981-ben. 4-0. Következő kérdés. Melyik angol énekes első nagy slágere volt a Never Gonna Give You Up 1987-ből? Rick Astley, hogyha jól emlékszem. Jól, kis hunyorgással, de abszolút jó emlékezés volt. 5-0, ugye 10 pontig játsszuk ezt a játékot, és Dórának már 5 pontja van. Attila rabolhatna, hogyha Dóra nem tudná valamelyik választ, de eddig mindegyiket tudta. Következő kérdés. Kinek a megkoronázásáról szól Claudio Monteverdi 3 felvonásos operája? Attila rabolhat. Poppea megkoronázása. És ez a válasz helyes. Ez is egy pop kérdés.
Csak teával kiegészítve. Való, hát igen, ez, köszönöm, hogy felhívta a figyelmet erre az összefüggésre egyébként. Nagyszerű. Popea megkoronázása valóban 1642-ben Monteverdi utolsó színpadi műve volt. 5-0-nál Attila rabolni tudott, most viszont Dórán áll, hogy a három témakörünkből melyikkel folytassuk a játékot, azaz milyen témakörben tegyek fel a kérdéseket, ugye zene, történelem és közélet, illetőleg életmód. Melyik legyen? Folytassuk a zenével, hát ha lesz valami lányegyütteses kérdés, ami talán Attilának nem az erőssége. Igen, ebben a játékban a taktikázás is nagyon fontos, hát ha lesz valami lányegyütteses kérdés. Bár a lányegyüttesek sokkal szimpatikusabb számomra, mint a fiú együttesek, majd meglátjuk. Meglátjuk, jó van. Attila, melyik együttes lágere a Valami van a levegőben? Tankcsapda. Nem jó ez a válasz, Dóra. Ez a halott pénz. Ez a halott pénz, így van. Na, hát ez rögtön egy fiú együtteses kérdés volt, mert csak fiúk vannak, így van. Ez a halott pénz dala. Dóra már is visszaszerezte a válaszadás lehetőségét, de most Attila válasz témakört. Legyen a történelem és közélet. Történelem és közélet témára váltunk. Dóra, hogy nevezték a gladiátor játékok helyszínéül szolgáló épületeket az ókori Rómában? Amfiteátrumok. Nagyon jó, így van, amfiteátrum. 6-0, ebben a témakörben is van már egy pont. Következő kérdés. Hogy nevezik a Krisztust ölében tartó és fiát sírató Mária ábrázolását? Piéta. Piéta, nagyszerű, így van. Így általában a piéta szó szánalom, áhítat, tisztelet szóból jön. Erről van szó. 7-0. Következő kérdés. Melyik világvalláshoz köthető épület a dzsámi, a mecset és a minaret? Ezek az iszlám. Ez az iszlám, nagyon jó. Így van, 8-0-2 pont kell még az első játszma megnyeréséhez. Következő kérdés. Británia melyik legendás uralkodójának kardja volt az Excalibur? Az Arthur királyé volt. Arthur királyé volt, nagyszerű, így van. 9-0 játszma labdája van Dórának. Következő kérdés. A római katolikus egyház tanítása szerint ki volt az első pápa? Szent Péter. Szent Péter, helyes ez a válasz is, 10-0, és így az első játszma nyertese, Gecse Dóra! Mondhatnám azt is, hogy Attilának megvolt a lehetősége, de a halott pénz halálra ítélte ezt a játszmát. Ez halott játszma volt, igen. Halott játszma volt minden tekintetben, és Dóra a zenében, és ugye történelem és közéletben is nagyszerűen válaszolt, és így azután megnyerte az első játszmát. Most jobban izgul, vagy kevésbé? Ugyanannyira. Ugyanannyira, de diplomatikus, diplomatikus válasz. És Attila? Most már oldódik egy kicsiket. Kezdetben, amikor bejöttem, izgultam, de újra a régi hangulat, ismerős arcokat látok. Hát jó, csak most már az ellenfél vezet egy nóra. Megérdemelte teljes jó. Nagy, ez annyira diplomatikus és sportszerű mindig, ahogy Attila nyilatkozik. Jól van, akkor következik a második játszma, ezt ugye Attila fogja majd kezdeni, hiszen Attila van hátrányban, de előbb nézzük meg, hogy ezúttal melyik három témakörrel fogunk majd foglalatoskodni az elkövetkezendő percekben. Ebből a 10-ből tudomány és technika, sport, illetőleg film és tévé, amelyikkel pedig kezdünk. Az a sport témakör. Jöjjön tehát a második játszma. Attila. Melyik sportágban ért el komoly sikereket a 2000-es években Szávai Ágnes? Teniszben. Tenisz, nagyszerű teniszező volt, így van junior Grand Slam győztes egyéniben és párosban is. 1-0. Újabb kérdés. Melyik híres ló nevét viseli a Budapest legjelentősebb lóversenyeinek helyet adó sportpark? Kincsem, Tápió Szent Mártonból. Így van, helyes a válasz, 2-0. Következő kérdés. Melyik olasz városban neveztek el labdarúgó stadiont Diego Maradonáról? Nápolyban, hiszen a Napoli csapatát erősítette. Az hagyján, de a Napoli történetében először és másodszor is Maradonával tudtak bajnokságot nyerni, olasz bajnokságot, és utána az elmúlt szezonban harmadszor a történet. És még most is, csak nélküle már. Hát igen, ugye és akkor halálakor elnevezték a stadiont Maradona stadionnak. 3-0. Következő kérdés. Milyen állat volt a 2010-es labdarúgó világbajnokság egyes mérkőzéseinek eredményét megjósló Paul? Polip volt. Polip. Ennyire polip. Nézte? Polip. Nem csak a kattáni felügyelőféle polipot, hanem Pault is a polipot. Igen. Az a német válogatott összes meccsét helyesen jósolta meg Paul a polip. Hát sajnos most már a mennyei akváriumokban jósolja a német válogatott meccset.
4-0. Következő kérdés. Melyik magyar sakkozó lett 1994-ben, 14 évesen, minden idők legfiatalabb nemzetközi nagymestere? Lékó Péter. Nagyszerű a válasz, így van, Lékó Péterről van szó. Azóta egyébként már csak a 23. rangsorban ezzel a korosztálya, pillanatilag egy indiai származású amerikai fiú, 12 éves, 4 hónapos és 25 napos volt. Itt Budapesten lett egyébként nemzetközi nagymester. 5-0, féltávnál kiválóan áll Attila. Újabb kérdés. Melyik francia színész legenda fia versenyzett 1992-ben a Hungaroringen a Formula 1-es futamba? Jean-Paul Belmondo. Nagyon jó, válasz. 92-ben és 94-ben is, hát erre szokták mondani, hogy méltán felejthető volt a teljesítménye. Na mindegy, igen, 6-0, jó a válasz, ez a lényeg. Következő kérdés. Melyik vármegye székhelyünk uszodáját nevezték el Kemény Dénesről? Ez az egri uszoda. Nem jó a válasz, Dóra tud-e rabolni? Székesfehérvári. Nem, ez a miskolci uszoda, amit elneveztek. Hát már úgy Kemény háromnegyed úton voltunk Egerrel, Miskolc felé félúton. Értem, Attila, de ne, akkor se tudok pontot adni, még egy fél pontot be. Se. Nem érkeztünk fél útért fél pontot nem tudok adni. Marad a 6-0, marad a sport és marad Attila. Következő kérdés. Melyik magyar teniszező győzte le a spanyol Carlos Alcarazt a római tornán 2023 májusában? Nem ugrik be. Dóra? Hú, pedig olvastam, de... Valamilyen... De ön válaszol. Bár nem. Valamilyen Fábián. Valamilyen Fábián. Marozsán Fábiánnak hívják ezt a fiatalember, ami óriási dolog, ugye, mert teljesen esélytelenként legyőzte a világ jelenlegi legjobb teniszezőjét. Utoljára Taróczi Balázs győzte le Iván Lendlőt, amikor a Lendlő volt a világranglista első. Fantasztikus teljesítmény, ráadásul nem azért, mert föladta a sérülés miatt az Alcaraz, hanem annyira jól játszott Marozsán Fábián. Marad minden a régiben. A következő kérdés ismét Attilának szól. Az atlétika melyik számának kiválósága Armand Duplantis? Rúdugrás. Na! Többszörös világcsúcs tartója, aki azzal ér el sikereket, hogy mindig egy-egy centiméterekkel megemelteti a rudat, és így több pénzt kap egy-egy újabb világrekordért. Igen, így van. Ez a Szergej Bubkától tanulta egyébként. Tehát minek 5 centivel megjavítani, hogyha 1 centinként is fizetnek? És 5 centi alatt 5-ször annyit fizetnek, így még jobb. Nem hülyék ezek, rúdugrók, hát persze. Így van, helyes. 7-0, egyébként olimpiai bajnok, világbajnok, tehát nem csak világcsúcs tartó, hanem pillanatilag a legjobb. 7-0. Következő kérdés. Ki volt vívónk Szilágyi Áron nevelőedzője, akinek a sírjához minden világverseny előtt kilátogat? Nem Baj Béla. Nem, Dóra. Kulcsár Győző. Nem, Gerevics Györgyről van szó. Gerevics György volt a nevelőedző, 2008-ban az olimpia előtt nem sokkal hunyt el, ugyanis a Szilágyinak ebből a szempontból nagyon nehéz volt, hiszen elveszítette az edzőjét, a nevelőedzőjét. Marad a 7-0, Dóra nem tudott rabolni, pedig Attila ad néhány lehetőséget. Menjünk tovább, következő sportkérdés. Melyik évben született az első magyar aranyérem a téli olimpiák történetében? 2018-ban. Helyes a válasz. Pyeongchangban. Kiknek köszönhetjük ezt? A fiúk összeálltak, futottak, nem úsztak jégen, ilyen gyors korcsolyabáltóan. Igen. A fiúk összeálltak, akkor és még gyors korcsolyabáltóan. Az egy fiú, azért tudtam, mert fiú csapat fiú volt. Liu Shaolin Sándor és Liu Shaoang és a fiú csapat, meg Liu csapat, mert ugye a két Liu, igen, így van. Helyes, ők nyerték, ugye ez volt az első téli olimpiai aranyérmünk, a rövidpályás egy gyorskorcsolya váltó. 8-0, 2 pont kell még, úgyhogy Dóra is reménykedhet. Jöhet a következő kérdés. Melyik észak-európai ország színeiben nyert 3 világbajnokságon is Wilson Kipketer 800 méteres síkfutásban? Dánia. Nagyon jó a válasz, így van, kicsit kérdős volt. Valami így hátulról beugrott, igen. Igen, egyébként ő nem azért lett dáme, nagyon jól futott, és akkor pénzért oda ment, hanem oda ment tanulni, megszerette Dániát, és végül is futóként az összes sikerét dán színekben ért el, bár ugye kétségkívül kenyai származású. 9-0 játszma labdája van Attilának az egyenlítéshez, az 1-1-hez. Következő kérdés.
Milyen színű zászlóval jelzik a Forma 1-ben, hogy a gyorsabb autó érkezik a versenyző mögött? Zöld? Nem. Dóra? Piros. Aj, nem. Kék színnel jelzik. Általában ugye ez a lekörözött versenyzőknél van, mert egyébként versenyben vannak, de ha valaki utolérnek, akkor kéket lengednek, és azt hiszem, hogy el kell engednie azt, aki mögötte jön. Még mindig 9-0. Attila. Hány magyar versenyző indult 2023-ban a Giro d'Italia nevű országúti kerékpárversenyen? 3. Nem jól válasz. Dóra? 2. Attila? 1. 1. Igen, te ezt nem tudom elfogadni. Attila, lehet, hogy azért emlékszik, mert 2022-ben valóban 3-an indultak, de 2023-ban csak Vetter Erik volt az, aki rajtozált a magyarok közül. Még mindig nincs vége ennek a mi Giro d'Italiának. Szép, hosszú, 3 hetes játszmát játszunk lassan. Hol a sárga trikó? De az nem ott van, tudom. Az a Tour de France. Na, igen. De hát ez most nem volt kérdés. Attila, újabb játszmalapban. A műkorcsolya melyik ugrásfajtája kapta nevét egy osztrák versenyzőről? A Lutz. Nagyszerű Lutz. A válasz. Így van, nagyszerű a válasz. A Lutz volt osztrák, Axel, norvég, szálhó, svéd, Rydberger pedig német, akikről ugrás. És még egy fenyőfajtát is elneveztek róla. A Lutzról, persze. Ez a külön bónusz volt. Igen, az Axel Lutz, így van. A játszma győztese óriási küzdelemben, de egyébként 10-0 arányban. Kovács Attila az állás, 1-1. Jaj, ez a sport. Hát meg Dóra is egy csomó sportágat űz, mindenfélét csinál, csak nem néz? Nem nézek. Régen még néztem, mikor sok időm volt, most már kevesebb időm van, legalábbis erre fogom, úgyhogy most már kevesebbet nézek. Olvasni néha szoktam, de általában vagy a sportág, és az eredmény marad meg, vagy a név. De így az összekötéssel szoktam gondjaim lenni. Hát de Attila is megküzdött a sporttal, volt néhány dolog, ami fantasztikusan tudott, de hát azért... Még. Hát igen, ezt a témát még egy kicsit alakítgatni kell és elsajátítani, meg igyekszem. És az a baj a sporttal, hogy nap mint nap jönnek az újabb eredmények. Igen, újabb nevek. Igen, újabb csapatok, újabb Marozsán Fábiánok, stb. Fiatal tehetségek. Egy-egy az állás, úgyhogy most a harmadik játszmán következik, de ugyebár a harmadik játszmában, ahogy korábban is, gyors játékot fogunk játszani, azaz nincsenek témakörök, vegyesen érkeznek majd a kérdések, mindössze 7 pontig játszunk, de 2-vel kell nyerni, és ami a pici változtatás, ugye korábban is a rossz válasz mínusz pontot ért, ezúttal annyit változtatunk, hogy már a nullából is levonunk. Ugye korábban ilyen nem volt, de sokan azzal taktikáztak, hogy nem tudom, akkor ne válaszoljon a másik se, hiszen nullából nem volt mínusz, tehát most már nullánál is van mínusz pont, jó? Úgyhogy így kell taktikázni. Egy-egy az állás, tehát Dóra vezetés szerzett, Attila egyenlített, de nagyon sok van még hátra ebből az izgalmas játékból. Jöjjön azonban egy pici szünet, aztán folytatjuk, maradjanak velünk! Itt vagyunk újra, folytatódik a Génius, a dr. Kovács Attila és a Gecse Dóra párbaja. Következik a harmadik játszma. Első kérdés. Melyik világhírű filmmusical egyik dala a Liza Minnelli és Joel Grey által előadott Money Money? Attila? Kabaré. Hát ez a kabaré klasszikus. John Kander és Fred Ebb a szerzők. Más valamit is szeretne elmondani, ami... Nem. Nem. Jó, nem csak ezt. Kiváló 72-es film. Nagyon jó, egyébként tényleg, tehát alapmű, azt kell, hogy mondjam, alapmű. 1-0 Attila javára. Következő kérdés. Melyik pszichiáter 80. születésnapjára írta Amit szívedbe rejtesz című versét József Attila? Dóra? Jung? Nem. Sigmund Freud születésnapjára, ezek ez az 1936. Jung már elég állt volt akkor, igen, hogy szokták mondani. Bocsánat. Nyelvi lelemény. 1-1 az állás, ugye eddig ilyen nem volt, most már van, 1-1. Következő kérdés. Melyik uralkodó családról tartotta a mondás, hogy tagjai semmit sem tanultak, semmit sem felejtettek? Attila? A Bourbonokról. A Bourbonokról, mondta állítólag. Talleyrand, a külügyminiszter. Így van, de mondta ez 18. Lajos halálakor. 2-1. Következő kérdés. Melyik közép-amerikai országban található Tikal romvárosa?
Attila? Hondurasban. Nem jó a válasz. Hondurászhoz közel, tudom, Guatemalában található Tikal rombárosa. Mínusz egy pont, azaz az állás most egy mínusz egy. Következő kérdés. Melyik nagymúltú budapesti református gimnázium igazgatója volt Áprili Lajos költő? Attila? Bármadas. Helyes, így van, a Bármadas református gimnázium igazgatója volt. Kiváló. Kettő mínusz egy. Következő kérdés. Milyen eljárás során kutatták fel és vallatták ki a katolikus dogmákat nem tisztelő eretnekeket? Attila? Inkvizíció. Ez maga a kevésbé barátságos inkvizíció. Inkvizíció. Három, mínusz egy. Következő kérdés. Melyik kutyafajtát nevezik borzojnak vagy barzojnak is? Épp sincs. Orosz agár, olyan oroszosan is hangzott ez a borzoj vagy barzoj, nem? Orosz... Ez csak az idegeinket borzolta most egy kicsit. Hát az biztos, az állás változatlan. Újabb kérdés. Milyen keresztnevet visel Nárai Tamás 2023-ban megjelent új regényciklusának címszereplője? Attila? Zara. Nem. Barbarának hívják. Ez a kettő, ez idén megjelent. A Zara az egy korábbi. Ez idén jelent meg. Kettő mínusz egy. Következő kérdés. Milyen állat a videójáték és filmhős Sonic? Dóra. Sündisznó. Sündisznó. Attila is tudta volna, de Dóra rápihent erre a sündisznóra, és villám gyorsan pontot szerzett. 2-0 az állás. Következő kérdés. Melyik városban szerezte első olimpiai aranyérmét Egerszegi Krisztina? Attila. Szöulban. Helyes, így van, Szöulban. Dóra is Szöult mondott volna? Igen. Dóra is Szöult mondott volna, ugye aztán összesen 5-3 olimpián, összesen 5 olimpiai aranyérmet nyert, de ez volt az a 14 évesen az első. 3-0. Következő kérdés. Melyik azóta Grammy-díjas kanadai énekest fedezte fel menedzsere a YouTube-on? Attila? Justin Bieber. Justin Bieber. Ismert ezt a történetet? Igen. Igen. Magától ismerte, vagy a felesége, aki mindig vásárol bulvár újságokat, hogy tessék tanulni, neki köszönhető? Jelentős szerepet játszott benne a Justin Bieberrel való közelebbi ismerettsége. Jaj, de szépen mondta. 4-0. Következő kérdés. Melyik évtizedben adták ki az utolsó nyomtatott telefonkönyvet Magyarországon? Dóra. 2020-as évek. Így van, helyes, így van. Ezt tudta, vagy csak úgy rémlett, vagy ezt mikor? Vagy... volt, ezt hallottam, igen. 2022. február, igen. Így van, tehát nem volt olyan nagyon régen. Február és március között lehetett átvenni az utolsó. Nem tudom, valahonnan szerzek egyet, mert hát ez én nem tudom, hogy ez történelmi. Igen. Mi az, hogy telefonkönyv, kérdeznék a gyerekeink. Hát, be van írva, nem? Hát, 4-1. Következő kérdés. Melyik becenéven vált közismert humoristává az autók hangjait kitűnően utánzó Lorán Barnabás? Dóra, korán nyomott, Attila? Trabarna. Trabarna. Ezt mondta volna? Igen. Túl gyors volt, mert hamarabb nyomott egy picit. Trabarnával Attilának lett egyel több pontja, 5-1 az állás, 2 kell még a játszma megnyeréséhez. Következő kérdés. Melyik közép-európai főváros nevezik németül Pressburgnak? Attila, korán nyomott. Dóra? Pozsony. Igen, Pozsony. Pressburg, Pozsony. Nem kell magyarázni. Miért volt bizonytalan? Nem tudom, így nem voltam rá felkészülve, hogy nekem kell rá válaszolni. Ja, hát megtörténhet. Kell, ráadásul érdemes kockáztatni is egy kicsit, ugye? Hát egy nagyon kicsit, mert az a mínusz egy nagyon rosszul nézett ki. Ne, hát ugye, igen, ez most az új dolog, csak hát ugye azért is változtattuk ezt meg, mert az egy kiszúrós játék, amit korábban többen csináltak, ez meg egy tudásalapú játék, amit mi szeretünk, úgyhogy inkább a tudás domináljon. 5-2. Következő kérdés. Ki az első NBA sztár, aki még aktív játékosként dollármilliárdos lett? Attila. Michael Jordan. Nem jó a válasz. Dennis Rodman. De hát a Dennis Rodman meg még kevésbé. LeBron James, aki ugye még mindig játszik, mert a Michael Jordan az egy csóró. Annak azt hiszem a pályafutása befejezés után 10 vagy 11 évvel lett meg az első nyomorult milliárd dollárja. Ilyen cipőkből, meg ilyesmiből. Hát, jó, hát a LeBron James-nek is ugye a reklám sokat számít, de ő aktív játékosként lett dollár milliárdos. 4-2-re alakult az állás, ugye hiszen Attilától levontunk egy pontot. Következő kérdés.
Milyen drágakövek útját kíséri végig az úgynevezett Kimberley folyamat? Attila. Gyémántok. Gyémántok. Tulajdonképpen ez egy ilyen felügyeleti lánc, és arról szól, hogy ne kerüljön a konfliktus zónákból gyémánt a piacra, ugye, hogy ne legyen kizsákmányolás, és tulajdonképpen ez a Kimberley folyamat ezt követi végig, hogy ezek olyan gyémántok legyenek, amik ilyen szempontból tiszták. 5-2 az állás újra. Következő kérdés. A Dirty Dancing melyik sztárja éneki a She's Like the Wind című betétdalt? Attila. Patrick Swayze. Helyes a válasz. Dóra is ezt mondta volna? 10 másodperces különbségek voltak. 6-2 az állás, játszma labdája van dr. Kovács Attilának a 2-1-hez. Következő kérdés. Melyik folyó partján fekszik Putnok és Kazinc Barcika? Dóra? Sajó. A Sajó. Korai volt Attila nyomása, helyes a válasz. 6-3 nem adja könnyen, Dóra nem adja könnyen. 6-3. Következő kérdés. Melyik amerikai színésznő az édesanyja Antonio Banderas lányának? Attila. Melanie Griffith. Helyes a válasz, így van. Melanie Griffith, és ezzel Attila behúzta a harmadik játszmát, és 2-1 arányban vezet. Szépen el voltunk most is, mindenféle témakörökben, meg gomnyomásban nagyon nagy viaskodás alakult ki. Ahogy említettem, ugyebár ebben a géniuszok ligájában 4 játszmát kell nyerni, tehát a következő 4. játszmában még egészen biztosan nem fog eldőlni, hogy ki nyeri majd ezt a párbajt. Ismételten a hagyományos játékot játsszuk, ugye a témakörökkel, mivel Dóra van hátrányban, ezért Dóra fog majd kezdeni. De nézzük előtte, hogy a 10 lehetséges témakörből ezúttal melyik 3 az, amiről szó lesz. Ezek a nyelv és irodalom, a földrajz és az élő világ, és ezek közül nyelv és irodalom lesz a témakör. Kezdődjék a 4. játszma! Dóra! Milyen a kutya vacsorája a közmondás szerint? Szegényes. Nem. Attila? Gyors. Nem, hát bizonytalan, mint a kutya vacsorája, nincs? Én csak azt szoktam bosszantó hallani, hogy olyan, de hogy milyen az az olyan, azt még sose tudtam meg. Hát mert semmi, csak kifordítottuk, hogy milyen a kutya vacsorája. Hát bizonytalan, mint a kutya vacsorája. Igen, hát néha fejtre kell állni ahhoz, mint hogy... Mint ez a válaszunk, olyan volt a kutya vacsorája. Hát igen, egy kicsit. Semmi nem változott, továbbra is Dóra következik. Melyik kortárs magyar író 2023. februárjában megjelent könyve a Lányos apa? Grecsó Krisztián. Nagyon jó a válasz. Így van. 1-0. Kiváló. Következő kérdés. Hogy mondják közismert latin kifejezéssel, ha valaki a legnagyobb dicsérettel végez az egyetemen? Summa cum laude. Nagyon jó. Így van. Summa cum laude. 2-0. Következő. Melyik költőnk írta a Vén cigány című verset? Vörös Marti Mihály. Nagyon jó. 3-0. Újabb kérdés. Melyik írónő hősei Tommy és Tuppence Beresford, Ariadne Oliver és Hastings kapitány? Keresünk egy írónőt. Attila? Agatha Christie. Agatha Christie, így van. Tommy és Tuppence, egy külön sorozat, Ariadne Oliver pedig ugye Hercule Poirot segíti Hastings kapitánnyal együtt. Hát mindent tud Agatha Christie. Csak erről, Agatha, imádom. Na, hát ennyi. Dóra, nem olvas krimiket? De, és Agatha Christie-t is olvastam többet, de így nem kötöttem össze a neveket. Hát mindesetre vérfagyasztó kérdés volt. 3-0-nál Attila tudott rabolni, viszont Dóra döntheti el, hogy mi legyen a témakör. Nyelv és irodalom, földrajz, élővilág. Hát amikor felkészültem Attilából és megnéztem az összes játékát, igen, akkor így megállapítottam, hogy kétféle témakörben, amiben nagyon jó és amiben még annál is jobb. Aha. Úgyhogy ez most... Végignéztem az összes, mind a 10 párbaját a géniuszból. Igen. A Kovács összes? Igen, igen. És az a baj, hogy irodalmat adni Attilának öngyilkosság, élővilágot szintén és földrajzot is, de akkor legyen az élővilág. Legyen az élővilág, azért az egy nagyon-nagyon nagy merítés az élővilág. Legyen élővilág. Orvos, ugye?
kétbe? Igen. Hát, ha lesz valami, egy senki által nem ismert gombafaj, ugye? Bár a jós polipokban is abban, otthon van, mint kiderült. Igen, igen. Vagy egy fiú együttes növényekből, vagy valami is. Jó. 3-0, tehát élő világ. Kovács Attilának szól a kérdés. Melyik 17. században kihalt röpképtelen madár élt kizárólag Mauritius szigetén? Ez volt a dodó. Ez volt a dodó. Dodó. Így van, többen is ugye megénekelték, több helyről is ismerhetjük a dodót. 3-1. Következő kérdés. Mi a neve a földi giliszták mozgásszervének? Bőrizomtömlő. Nagyon jó, így van, bőrizomtömlő. Mi járt a fejében 5 másodpercen keresztül? Az állábak, de az az amőbának van, és a földi giliszta jóval nagyobb, mint egy amőba, úgyhogy próbáltam valamit keríteni, ami értem, tehát 5 másodperc alatt átfutott a fején az amőba és amőba a földi összes. Amőba összes, és giliszta összes. Jó, jó. 3-2 az állás, újabb kérdés. Melyik vegyület felel a csípős paprika félékben a csípős ízért? Ez a kapszaicin. Kapszaicin. Szereti a csípőset? Annyira nem, nem csípem. Nem? Nem, nem. De azt hittem, hogy ott a Szeged környéken ott mindenki szereti a csípőset. 3-3. Újabb kérdés. Az állatok melyik osztályába tartozik a hazánkban is élő kacsafarkú szende? Madár. Nem jó a válasz, Dóra. Egy rovar. Rovar. Van otthon? Remélem nincs. De ez egy lepke, a lepkék rendjébe tartozik. Egy ilyen nagyon érdekes madárka, mert lepke, de van egy ilyen kis kacsafarkszerűsége, és egy ilyen hosszú kis, ilyen kis csőrecskéje, amivel kiszippantja a nektárt a virágokból, olyan, mint a kolibri tud így egy helybe lebegni. Tehát a kacsafarkú szender, amelyik egy kolibrire hasonlít. Igen, igen. 3-3, Dóra visszarabolt, mi legyen a témakör? Földrajzot. Földrajz. Jó? Jó a földrajz? Határeset. Attila, megnézted Dóra játékát? Igen. Készültek egymásban, jó. 3-3-nál tehát Dóra következik földrajzügyi kérdésekben. Dóra. Melyik óceánban találhatóak a Fidzsi-szigetek? A Csendes-óceán. Csendes-óceánban, persze, így van. Ott a Új-Zéland közelében tényleg egy 2000 kilométer át lehet úszni. 4-3. Következő kérdés. Melyik országgal osztozik Argentina a tűzföldön? A Peruval. Nem jó a válasz. Chilével. Chilével. Hát ott lent a legcsücske, ugye? Hát Peru az meg fönt igen, van. Igen, azt a kettőt mindig keverem, Peru meg Chile. Visszarabolt Attila 4-3-nál, egy pontot azért szerzett Dóra. Mi legyen a témakör? Menjünk vissza az élővilágra. Menjünk vissza az élővilágra. Nosza, Attila. Melyik magas hegységben élnek az alpakák? Andok. Az Andokban. Ami mihez van közel? Chile. És Peru. És Peru. Is közel. Eléggé közel, igen. 4-4. Következő kérdés. Melyik napon tartják a Föld napját? Április 22. Nagyszerű a válasz. Ezt honnan tudta? Szokta tartani? Hát onnan lehet, nem? Nem, de ugye a vízvilágnapja az pedig március 22, és egy hónap különbség, ha jól emlékszem, egy hónap különbsége, és ezt kellett kisakkozni, hogy melyik. Ja, értem. 5-4 az állás. Attila. Melyik afrikai emlősállat alfajai a Rothschild, a Maszáj és a Fokföldi? Ez a zsiráf. Kiváló, ez a zsiráf. Régen azt hitték, hogy ez mind egybe tartozik, aztán kiderült, hogy nem, itt nagyon nagy különbség egész van. Más mintázata van. Más a mintázat, és hiába hasonlítanak egymásra, itt tulajdonképpen ez legalább 3 faj. Nagyszerű válasz. 6-4. Következő kérdés. Melyik földrészen van a lestján őshazája? Ázsiában. Igen. Na és ezt honnan tudta? Sehonnan. Csak mondott egy földrészt? Sehonnan. Olyan ázsiás volt, hogy lestján. Kicsit kínai beütése volt, és ez ugrott. Szóval ez Dóra. Jó gondolatmenet teljesen. Hát, még ez is, igen, hát a rómaiak segítségével jött be, de na mindig. 7-4. Következő kérdés. Melyik mitológiai lényről neveztek el egy szőrtelen macskafajtát? Ez a Sphinx. Sphinx, igen. Sphinxről.
Egy volt munkatársamnak van a Szolnoki kórházban egy ilyen macskája. Szerencsére még csak képeken láttam. Igen. Élőben viszont még neki nem. Köszönhetően szerzett egy pontot, úgyhogy ha nyer, akkor adjon egy pontot a macska gazdának. 8-4. Következő kérdés. Melyik növény szalmájából készül a zsubtető? Nád. Nem jó a válasz, Dóra. Búza. Hát, versenyen kívül rozs. Versenyen kívül versenyen jó a válasz. Kívül rozs. Igen. Közben mi történt, amíg Dóra el volt a búzával? Agatha Christie-ről asszociáltam az Egy marék rozs című művébe, és onnan ugrott be a rozs. Hosszú. Hát... Az, de nem baj, tehát Attila azért géniusz, mert másképp gondolkozik, mint mi. Marad a 8-4, következő kérdés. Mi a másik hétköznapi elnevezése az afrikai baobab fának? Ez a majom kenyérfa. Ez bizony a majom kenyérfa. 9-4! Játszma labdája van Attilának, ezúttal nem a győzelemhez, hanem a 3-1-hez. Következő kérdés. Mi az inkább használt latin neve a hazánkban is egyre gyakrabban fogyasztott cápa harcsának? Ezt nem tudom. Dóra? Ez a pangasius. Ez a pangázi! Ó, tényleg, gratulálok. Pangázius. Gratulálok. Így van. Ezt nem tudtam. Hát mert nem szokott menni vásárolni harcsát, meg pangáziust. Az azt, hogy ne csak bulvár újságot vegyen, hanem néha küldje le a boltba, üzene. El szokott küldeni, egyszer hazaértem boldogan már fél óra után, 4 elemet tartalmazott a lista, amikor mondta, hogy na és a másik oldala. Ja. Nem fordítottam meg, vehettem vissza, de pangázius nem volt benne, gratulálok. Dr. Kovács Attila van előnyben, de Gecse Dóra nem hagyja magát, és ne feledjék, 4 játszmát kell nyerni a végső győzelemhez. Hamarosan folytatódik a játék egy kis reklám után. Itt vagyunk, ura, hölgyeim és uraim, és most már ideje, hogy eldőljön, hogy ki jut a legjobb 8 közé. Na Dóra viszont most megfordította, ugye, hiszen 9-4-nél vissza tudta rabolni a válaszadás lehetőségét, ezért ugye nem jár pont, de mostantól kezdve járhat. Mi legyen a témakör, Attila? Földrajzot gondolni. Földrajz. Peru már nem lesz. Dóra. Melyik amerikai városban sétálhatunk a híres Central Parkban? New Yorkban, így van. Hát ők nem C-vel mondják, de még igen. New Yorkban, nagyon jó. 9-5. Következő kérdés. Melyik közép-európai főváros nevezetessége a Belvedere? Ez Bécs. Bécs, nagyon jó. Gondolom Bécsben volt már, New Yorkban is volt? Nem. Hát akkor az egy jó bakancslistás dolog. 9-6. Következő kérdés. Mi a neve a Csendes-óceán nyugati része felett kialakuló, pusztító erejű trópusi ciklonoknak? Cunami? Nem, Attila? Tájfun. Ez a tájfun. A cunami ugye az a hullám, a ciklonok, csak ugye attól függen, hogy hol van, hívják így vagy úgy. Ugye azt, ami a Csendes-óceán nyugati része, az tájfun. Így van. 9-6-nál Attila visszarabolt. Mi legyen a témakör, Dóra? Ja. Az is szép témakör. Igen. Legyen földrajz. Legyen földrajz. Miért csinált így, Attila? Úr, hölgyekkel mindig élmény játszani. Akkor legyen fel. Külcsím és Belbecs egysége megtisztelő. Szerintem, ha irodalmat mondok, akkor is hasonló lesz az eredmény, úgyhogy... Külcsím és a Belbecs változatlan. Akár földrajz, akár irodalom, akár élet. Jó. 9-6 tehát, és akkor földrajz kérdés következik Attilának. Játszma labda. Melyik ország zászlaján szerepel egy AK-47-es gépkarabé? Mozambik, a válasz helyes, így van, és így a játszmát 10-6 arányban dr. Kovács Attila nyerte, az állás pedig 3-1. Attila tudja az összes zászlót. Nem, ez nem így van, de ez speciál olyan érdekes, azok a zászlókat könnyebben megjegyzi az ember, amik valami izgalmasabb, például eltér a két oldala, vagy nem olyan alakú, mint a hagyományos téglalap alakú zászló, ugye ezeket azért a géppisztolyos tudta, és ezzel a géppisztolyjal sikerült behúzni ezt a játékot. 3-1 tehát az állás Attila javára, de még, ahogy említettem, nincs vége a játéknak, hiszen 4 játszmát kell nyerni.
Következik tehát az ötödik játszma, ismét egy gyors játék, egy gomnyomos játék, ugye 7 pontig 2-vel kell nyerni, lehet mínuszpontot is csinálni, a témakörök vegyesen szerepelnek, és hogyha Attila megnyeri ezt a játszmát, akkor 4-1 arányban ővé a párbaj, ha Dóra nyer, akkor játszunk tovább, folytatjuk. Következik az ötödik játszma. Első kérdés. Hogy folytatódik a gyermekvers? Nem tudja a bálna, milyen jó a... Attila? Málna. Milyen jó a málna? Dóra, nem volt meg a mála? Nem mertem. De ha merni kell, mert megijedt attól az a múltkori -1-től. Igen, így van. Hát pedig még rémelés, nem tudja a bálna, milyen jó a répa, nem lehet. Milyen jó, ha, milyen jó, ha kapálna. Ez nem például, jó. Igen. Szerintem hagyjuk meg a költőknek a versírást. Jó. 1-0 Attila javára. Következő kérdés. Melyik dalában javasolja a lánynak Fluor Tomi, hogy álljanak össze, mint két kicsi Lego? Dóra. Mizu. A Mizu című világsláger. Attila elszenvedte ezt, úgy látom. Igen. Elszenvedte. Mizu. Mizu. 1-1. Következő. Melyik brit uralkodó koronázási szertartását készítették elő az aranygömb hadművelet kódnéven? Attila? Harmadik Károly. Harmadik Károly. Ugye ez most volt, és a dolog arról szólt, hogy ez olcsóbb legyen, mint amilyen, hát nagyon régen például Erzsébet koronázása volt, tehát hogy ez egy ilyen környezettudatos-szerű koronázás legyen. 2-1. Következő kérdés. Melyik országból származik a fonogramdíjas énekes Péter Schramek? Attila? Szlovákia. Ő egy Szlovákiából származó, Magyarországon élő fiatalember. 3-1. Következő kérdés. Hogy hívták a Vészhelyzet című amerikai kórházsorozatban a Noah Wyle karakterét? Attila? Carter doktor. Carter doktor. Carter doktor, pedig Dóra is küzdött ezért a kérdésért, vagy ezért a válaszért. Carter doktor. Alföldi Robert volt a magyar hangja. 4-1. Attilának 3 pontra van szüksége a párbaj megnyeréséhez. Következő kérdés. Főként melyik állathúsából készül a szalontüdő? Nem mertek nyomni, és ha mertek volna, mit mondtak volna, Dóra? Sertés. Jó lett volna. Ó. Ó, Attila mit mondott volna? Disney. Semmit. Most semmit nem mondtam. Sertés, persze. A pájsli, a jó pájsli. Ugye? Nem szerettem savanyú ezt, nem. Fú, ezt nem. Hát és most se szerettem. Marad a 4-1. Következő kérdés. Hogy hívják a piros sapkás olasz vízvezeték szerelőt a Nintendo számítógépes játékában? Dóra. Super Mario. Az a Super Mario, így van. 4-2. Következő kérdés. A Magna Cum Laude együttes melyik dalában szerepel E.T.? Ez a Színezd újra. Színezd újra. Ugye, aki, ha téged sem hogy már hidegen, az a Mars lakónak hit idegen, aki lehet tőled, aki tőled lehet az E.T., ha az ötödik pohár megszépíti. Micsoda rímpár, micsoda rímpár. 4-2. Újabb kérdés. Mely szupermodell volt Johnny Depp párja az 1990-es évek közepén? Attila. Kate Moss. Nagyszerű. Ez honnan? Ezt? Na ezt? Akkor már éltem. És ja, már és irigyelte. Akkor bevallom, feleségem nézi az adást, de akkor még más hozta nekem a bulvár újságokat a 90-es évek közepén, és hogy készüljek belőle. És az jobban hozta, hogy tudta Kate Moss-t, vagy irigyelte a feleségemnél Ritánál senki nem hoz jobban nekem bulvár újságokat. Jól van, bölcsember, bölcsember, Kate Moss való. Nagyon nehéz kérdés, mert Deppnek szinte az összes a barátnője volt. Mindenki. 5-2. Következő kérdés. Hogy hívják a Harry Potter sorozatban azokat az embereket, akikben nincs varázserő? Attila. Muglik. Ők a muglik. Gondolom Dóra is ezt mondta volna. Ők a muglik. Na és akkor most 6-2-es állásnál Attilának, dr. Kovács Attilának játszma és mérkőzés labdája van a Géniuszok Ligája első párbajában. Következő kérdés. Melyik országból származik a Canestrelli nevű édesség? Attila. Olaszország. Ezzel a névvel onnan máshonnan származhat a jó válasz. Attila megnyerte az ötödik játszmát 7-2-re, és így a párbajt 4-1 arányban. Gratulálok, fantasztikus. Gratulálok.
Na! Izgalmas játszma volt. Hát kell egy kis több bátorság, Dóra, nem? Kell, igen, meg egy kis gyorsaság is kellett volna. Igen, igen. A túlságosan lesokolt az a mínusz egy az első gomnyomásosban, és most többször is nem mert nyomni, amikor pedig akár lehetett volna. Igen, hát meg Attila félelmetesen gyors amellett, hogy mindent is tud. Hát mindent nem, ez ki is derült, hogy mennyi mindent nem, de próbálkozunk. De hát mindig tanulunk valamit. Igen. Mindig tanulunk valamit. Azért ez így nem volt hosszú, hogy négy nyertig megyünk, az öt játszmát játszottunk, és lehetett volna hat is, vagy hét is. Tehát azért... Ez így még inkább ki kell hozni az embernek minden kis agysejtjéből és gerincvelői sejtjéből minden tudást, és a gyorsaság természetes. És hát valóban minden szóba került, hogy mi is azt gondoltuk, hogy akkor viszont, ha ekkora a tét, és ilyen szoros a játék, a bajnokság, akkor legyen négy, akkor örülök, hogy jól érezték magukat. Önök voltak a kísérleti alanyok. Köszönjük szépen! Azzal köszönöm meg a játékot, hogy ugye Attila győzött 4-1 arányban, és tovább jutott a legjobb 8 közé, ahol a Tiba Imre Petersen Anna páros győztese lesz majd az ellenfél. És azt is elkönyvelhetjük, hogy aki a legjobb 8 közé jut, annak már garantált nyereménye van, hiszen egészen biztosan minimum 250 000 forinttal gazdagodni fog. És aztán természetesen, hogyha tovább jut, akkor ez az összeg növekedhet. Íme itt látható az, hogy alakulnak a nyeremények, ugye? Tehát aki bejut a legjobb 8 közé, de nem jut a 4 közé, az 250 000 forintot nyer, az elődöntő már minimum 1 millió forintot ér, a döntő az egészen biztosan 2 millió forint, a döntő győztese, azaz a géniusza pedig 5 millió forintot vihet majd el. Attilának tehát van már garantáltan 250 000 forintja, Dórának pedig az élmény, hogy megráncigálhatta a géniusz bajszát, ha ezt a képet használhatom, remélem nem bántottam meg vele Attilát, de azt biztos voltam benne, hogy nem fogom megbántani. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm Dórának, remélem, hogy egy másik játékban találkozunk majd, és köszönöm szépen Attilának is, egészen biztosan találkozunk majd a negyed döntőben. Önöknek is köszönöm a figyelmet, remélem, hogy jól érezték magukat, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra! A következő adásban is nagy csata várható. Jön Tiba Imre, aki szinte mindig nyer, és Petersen Anna, a legsikeresebb női játékos.